jelentkezik a Széchenyi Egyetem szenátusa és az intézmény jogara, az új tudástér aulájában rendezték a 29. akadémiai napot, melyet az egyetem névadójának, gróf Széchenyi István születésének évfordulója alkalmából tartanak szeptember végén. Az ünnepségen elsőként dr. Baranyi Péter szólalt fel. A rektor a jelen és a jövő kihívásairól beszélt a hallgatóságnak. Ha csak a jelen kihívására fókuszálunk, akkor lemaradunk a jövőről. Tantárgyaink, fogalmaink, koncepcióink, valamint kommunikációnk egyre inkább múzeumszagúak lesznek. A szkolár fogalmából ki fogunk esni. Ha csak a 10 évre várható jövővel foglalkozunk, akkor lényegében kutatóintézetté válunk. Egyetemünk keresi ezen két pont között az optimális helyét. Ebben a keresésben a térség igényeket és jövőképet is figyelembe veszünk. Ezért törekszünk arra, hogy a térség mindennapi kulturális, gazdasági és ipari feladataiban részt vegyünk. A rendezvényre ellátogatott Győr-Moson-Sopron megye főispánja is. Széles Sándor kiemelte, ebben a jelenlegi nehéz helyzetben fontos, hogy mindenki tisztában legyen valós, lelki, szellemi értékeivel. Jelen pillanatban, amikor Európa egy háborús helyzetet él meg, egy energiaválsággal és élelmiszerválsággal szembesül a világ, mind a magánszférának és valamennyi intézménynek az óriási kihívást jelent. Ilyenkor különösen fontos, hogy a valós lelki-szellemi értékeinkkel tisztában legyünk. Tudnunk kell, hogy milyen mértékben és milyen módon vagyunk értékesek. Az ünnepségen a hagyományokhoz híven átadták a Pro Universitate díjakat, a Hegedűs Gyula tudományos ösztöndíjat, habilitációs okleveleket, valamint a professzor emerituszi címeket, emellett doktorra avatási ceremóniát is tartottak.